Nikolaj Leka, a biztosító társaság kárfelmérője tegnap látogatott ki a helyszínre, ahol fényképeket készített és átnézte a csarnok iratait. Mint mondtam, ezeket továbbítja a társaság bukaresti székhelyére, ahol megállapítják a kártérítés pontos összegét. Úgy vélte, a kár értéke 1 millió és 1,5 millió lej közötti összegre rúghat. Pál Péter polgármester elmondta, a biztosító vizsgálata után a helység előjárói közmunkát szerveznek, eltakarítják a romokat. A munkára cégek segítségét is szívesen fogadják. Ezután szakvéleményt kérnek, hogy megtudják, lehet-e valamit kezdeni az építmény viszonylag éppen maradt alapzatával. Az építmény jövőjével kapcsolatosan a sajtóanyagban Pál Péter elmondta, feltétlenül szükséges annak újraépítése. Remélem, hogy a székely szokás, mely szerint az egész közösség a bajba jutottak segítségére siet, most is működni fog. Támogatva az újjáépítést anyagiakkal, munkával, biztatással, és így belátható időn belül ismét állni fog régiónk büszkesége. Amint arról már beszámoltunk, a csíkmincenti sportcsarnok tetőszerkezete csütörtökön égett le teljesen. A munkálatok 3 millió lejbe kerültek, 2,5 millió lejt az Országos Beruházás Társaság sportterem építési programjából, 500 ezer lejt pedig Csíkszentlélek község saját költségvetéséből finanszírozták.